Sziasztok! Egy korábbi videóban, illetve egy vályogcsoportos hozzászólásban ígéretet tettem arra, hogy elmagyarázom néhány szóban, néhány mondatban, hogy melyik nedvességmérő mire való. Nézzük is meg most itt a kis szerszámos ládámat, hogy ebben mit találhatók, milyen eszközök, mivel is szoktam én dolgozni. Az egyik az ez a nagyon kis ügyes páratartalommérő, ugye ezzel mindig megmérem, hogy milyen páratartalom van az épületben. Ez nagyon sok mindent elárul arról, hogy jól működnek-e a falak, jól működik-e a felület, vagy sem. És még természetesen sok minden másra is használható, erről most ebben a videóban nem beszélek. Nézzük meg, hogy mi van még esetleg itt. Ugye itt találhatóak a pótelemeim, hogyha esetleg valamelyik kimerül, akkor ki tudjam benne cserélni. Találhatók itt íróeszközök, mérőszalag és más egyéb. Legalább 2-3 ilyen kis bőröndöcskével szoktam járni, azért, hogy minden műszer ott legyen, amire szükség van, illetve, hogy minden eszközön meglegyen, ha esetleg meg kell bontani egy gipszkarton felületet azért, hogy mögé láthassunk, vagy ha már valakinek a tulajdonában van egy épület, akkor meg tudjuk bontani egy kis vésőgéppel is néhány helyen a vakolatot, és azt is meg tudjuk mérni, de erre kevés esetben van szükség, mindjárt mutatom is, hogy miért. Nézzük, hogy itt ezen az első szinten milyen mérőműszereket láthatunk. Az egyik az egy infrahőmérő. Hamarosan, néhány napon belül lesz egy infrakamerám is, amivel nagyon sok mindent el lehet dönteni egy vályogépületben. Nem csak a hőszigetelést tudjuk ezzel vizsgálni, hanem más egyébre is fény derülhet, majd erről is a későbbiekben beszélünk. Amint látjátok, többféle márka is található itt. Én, amit most megismertem, az a Trotec márka, és csak náluk találtam például ezt a mikrohullámú mérőműszert, és talán kezdjük is ezzel, mert ez az egyik legérdekesebb mérőműszer, azt gondolom, az összes közül, be is kapcsolom. Most természetesen nem lesz jó a kalibráció, mert távol kellene tartani mindentől, most a fal elég közel van hozzá, ilyenkor kalibrálja saját magát a készülék, és ez valóban azért is az nem, hogy mikrohullámú nedvességmérő, mert ezen az elven működik. Ez azért különleges, mert mindenféle megbontás nélkül, tehát a vakolat megbontása nélkül 30 cm mélyen tudja vizsgálni a felületünket, illetve a falazatunkat. Ez nagyon-nagyon fontos olyan esetekben, amikor teszem fel vásárlás előtt állunk, és nincs lehetőség arra, hogy megbontsuk a falazatot, megbontsuk a vakolatot. Másik készülék, az pedig, amit nagyon sokan és nagyon sokszor láthattatok már, tehát ez egy ellenállás elven működő eszköz, amit ha beszúrunk a falba, vagy hozzányomunk a fához például, akkor meg tudjuk mérni annak a nedvesség tartalmát. Ez az eszköz a legolcsóbb, tehát ezek ilyen 4-5 ezer forintért vagy 6 ezer forintért megvásárolhatóak, szinte mindegy, hogy milyen márkát választotok, hiszen a pontossága az nem annyira jó. Ezt többen meg is jegyezték korábban a videóknál, ahol ezzel mértem a falat, hogy ez nem sokat mond senkinek. Na most az a helyzet, hogy többen kérdeztétek tőlem, hogy milyen mérőműszert érdemes vásárolni. Erre van egy nagyon érdekes mondat, amit az egyik barátom mondott, hogy Lacikám, attól, hogy valakinek szikét adsz a kezébe, még nem lesz sebész. És az a helyzet, hogy ha nincs gyakorlatotok benne, akkor tök fölösleges bármilyen ilyen mérőműszert is megvásárolnotok, mert hogyha nem tudjátok, hogy hogyan kell, mit kell vele mérni, és abból az eredményből milyen tanulságot vonjatok le, akkor teljesen fölösleges gyakorlatilag. Egyetlen egy esetet tudok elképzelni, hogyha szeretnétek kontrollálni, hogy mennyit szárad a falfelületetek, és azért vesztek mondjuk egy ilyen olcsó műszert. Azt a videóimban is többször elmondtam, hogy ezek a készülékek egy bizonyos mérés határon belül tudnak dolgozni. Ez ennél a készüléknél például, ami 6 féle anyagot képes vizsgálni, ez tud 2 féle faanyagot mérni, az építőanyagok közül tud betont, vakolatot, téglát mérni, és ezeket állítanunk is kell ezen a készüléken, mert az anyag minősége is nagy mértékben befolyásolja a mérési eredményünket. Azt is meg kell különböztetnünk, hogy némelyik készülék tömegszázalékban mér, ami azt jelenti, hogy képes meghatározni, hogy mondjuk annak az 1 kg tömegű anyagnak, amit vizsgálunk, annak hány százaléka a víz. És ezt képes ő tömegszázalékban megadni. Van, amelyik készülék relatív nedvességtartalmat mér. Tehát még ebben is különböznek egymástól ezek a mérőműszerek, hogy nem egységes az a mért érték, amit kijeleznek nekünk.
Ezt majd meg is mutatom, hogy ugye mi ezen a készüléken mondjuk 8,5%, az ennél a készüléknél például 50%. De ennél a mikrohullámú készüléknél csak 40%. Jó? Tehát ez nagyon fontos, hogy tudjunk róla, hogy ezek inkább viszonyszámok. Mindig valamihez viszonyítunk. És ez a készülék is maximum arra alkalmas, hogy tényleg ellenőrizzétek, hiszen azt többször elmondtam, hogy sajnos a vályogtégla az akár 20%-os nedvesség tartalomig is száraznak tűnik. Sőt, ekkor porózus, ekkor porlik, ekkor gondoljuk azt, hogy az porszáraz, pedig nem az. Tehát már 20%-os nedvesség tartalma. 25%-nál ez tömegszázalékban értendő, tehát amikor 25% a víz gyakorlatilag annak az anyagnak, akkor már elkezd egy rothadási folyamat beindulni, hogyha vályogtégláról beszélünk, hiszen ott tartalmaz szerves anyagokat is, mint például pejva, törek, szalma, és ezek okozzák, hogy elkezdenek benne lebomlani, és emiatt elég büdös dohószagot árasztanak magukból. 30%-nál pedig már majdnem, hogy sárról beszélünk, ilyenkor a nyomószilárdságuk annyira lecsökken, hogy ez már veszélyezteti a ház állékonyságát. Na most, amikor elérjük ezt az állapotot, az már nyilván látszik. Tehát ilyen 25%-os nedvesség tartalom fölött már látni fogjuk a vályogtéglában, viszont nagyon fontos, hogy az alatt már elkapjuk ezeket a folyamatokat, és tudjuk kezelni. Nézzük, hogy miért van itt egy hasonló, ilyen ellenállás mérés elvén alapuló műszer. Ez azért van, mert ez egy sokkal érzékenyebb. Ez 2%-ig tud például építőanyagban mérni csak, de fában például 44%-ig mér ugyanúgy gyakorlatilag, mint a másik készülék, tehát nagyjából itt van a mérési határuk ezeknek a készülékeknek, és látjátok rajta, ezen is például, remélem, hogy jól látszik, hogy mutatja a hőmérsékletet is. Miért fontos ez? Azért, mert a mérési eredményeinket bizony a hőmérséklet is nagy mértékben befolyásolja. Ez azért nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy bizonyos hőmérsékleteken más eredményt kapunk, mert hogyha mondjuk 0 fokon mérjük ezeket az anyagokat, akkor egész komoly eltérések lehetnek. Például ennél a dielektromos elven működő mérőeszköznél akár egy ilyen 20 Celsius fok és 10 Celsius fok közötti különbség, akár fél 1%-nyi mérésbeli különbséget okozhat. Ezeknél a készülékeknél akár még komolyabb eltérések lehetnek. Tehát nem olyan egyszerű ez azért, hogy oda megyek, beszúrom a falba, és megkapok egy értéket, és az alapján tudok dönteni. Nem. Itt mindig viszonyszámokról van szó, és tudnunk kell azt, hogy mit jelent az, annál a bizonyos hőmérsékletnél, annál a bizonyos anyagnál, amiben ezt beszúrtuk ezt a készülékünket, mit jelentenek ezek az értékek. Ami miatt még szeretem ezt a készüléket, az, hogy itt van, hogy építőanyagnál is lehet kalibrálni, illetve ugye a fánál is van lehetőségünk a kalibrációra, itt van benne egy kis elektronika, és ezzel még pontosabbá tehetjük a készülékünket. Jó, tehát ezért használom ezt, mert ez sokkal érzékenyebb műszer, tehát ezt a kettőt szoktam akkor, hogyha van olyan felületünk, amit fel tudtunk szabadítani, teszem fel, a vakolatot el tudtam távolítani, utána már ezeket a mérőműszereket is lehet használni. Ezekkel a mérőműszerekkel a vakolat vizsgálatakon nem sokra megyünk. Ebből nem tudunk majd következtetni arra, hogy alatta a vályogtégla az mennyire nedves, vagy mennyire nem. Tehát hiába vásároltok ilyet, hogyha házat mentek nézni, mert nem tudtok belőle döntést hozni, higgyétek el. Ha már a vakolaton kiakadnak ezek a műszerek, akkor nagyon nagy a gond, az már egy nagyon nagy jelzésértékű. Azokat az épületeket azért át kell gondolni, hogy megvásároljuk vagy sem. De nyugodtan lehet a vastag vakolat mögött suromvizes a vályogfalunk, hogyha ezek a készülékek még akár 1 vagy 2%-ot, vagy akár annál alacsonyabb értéket mutatnak. Ami már pontosíthatja a mérésünket, az már egy ilyen dielektromos elven működő készülék. Ebből 2 is van nekem, mindjárt megmutatom az alsó szintet is, mert odáig még nem jutottunk el. Viszont ennek a készüléknek is van háttérvilágítása, és ez a készülék képes arra, hogy minimum és maximum értéket is tudjunk vele mérni. Egyre több embernél hallom és látom, hogy ilyen készüléket használnak, amióta esetleg látták videóban ezeknek a használatát, viszont ugye eddig nem volt róla szó, hogy ezeket hogyan is érdemes használni, és helytelenül használják ezeket. Lássuk is, mi az első probléma. Bekapcsolás után, hogyha én elkezdek így méregetni vele, teszem fel a kezemet, hát nem is mér. Miért nem mér? Azért, mert ezt a készüléket minden egyes bekapcsolásnál kalibrálni szükséges, megnyomjuk a kalibráció gombot. Ilyenkor az fontos, hogy ne tartsam semmiféle fémfelület vagy nedves felület mellett, sőt, az is nagyon fontos, hogy itt fogjuk ide lent.
Jó? Tehát ne is legyen közel hozzá a kezünk, mert ez befolyásolni fogja a későbbiekben a mérést. Ugye jól látszik, hogy most is 0,4%-ot mutat, úgy, hogy gyakorlatilag semmihez nem ér hozzá, sőt semminek a közelében sincs. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy először kalibráljuk a készüléket. Az is fontos, hogy hogyan kalibráljuk. Még egyszer mondom, nem tartjuk sehová. Mert, hogyha úgy kalibrálom, hogy hozzáérintem a falfelülethez, akkor csak viszonyszámokat kapok, hogy mennyivel magasabb egy másik területen a nedvességtartalom ahhoz képest, ahol kalibráltam. De nem ez a célunk ezzel a készülékkel. Mi nedvességértékekre vagyunk kíváncsiak. Ennél van egy háttérvilágítás is, ugye ezek ilyen 30 ezer forinttól indulnak, és a határa csillogos ég. Ha már az árakról beszélünk, ugye említettem, hogy ezek ilyen 4-5 ezer forintos kategória, ez ilyen 20-30 ezer forintos kategória, ez a készülék pedig, hát attól függően, hogy hol tudjuk megvásárolni, akár 250 ezer forint is lehet, most éppen a Trotec-nél akciósan 215 ezer forint, ha jól emlékszem. Tehát ez nem egy olcsó készülék, viszont nyilvánvalóan ezzel lehet a legjobban méréseket elvégezni, hogyha roncsolásmentes méréseket szeretnénk végezni. Ez a készülék pedig nem 30 cm, hanem csak 40 mm vastagságban tud bizonyos körülmények között mérést elvégezni. Vannak olyan anyagok, amelyeket lehet polarizálni is, és ilyenkor egészen más mérési eredményeket kapunk. Nagyon fontos, hogyha például apró szemcséjű vagy nagyobb szemcséjű anyagokat mérünk, akkor eltérés lesz a méréseinkben. Ezt figyelembe kell vennünk. Nagyon fontos, hogy homogén legyen az az anyag, amit ezzel mérünk. Tehát ezért mondom, hogy nem elég az, hogy megveszük ezt a kütyüt, és nekiállunk méregetni vele, és aztán csak csodálkozunk rajta, hogy az egyik felületen 40%, a másikon 30%, hiszen, hogyha levegővel töltött felülethez érünk, teszem fel a vakolat és a tégla között van rés, légrés, akkor sem a mikrohullámú készülék, sem ez nem fog pontos eredményt kapni. Ha erről a műszerről beszélünk, akkor itt egy vályog tégla az körülbelül a 40-45%-ról indul. Tehát erről a relatív nedvesség tartalomról. Nagyon sok minden múlik azon is, hogy éppen milyen a külső levegő páratartalma, mennyi csapadék esett, stb. Ugye erről már sokat beszéltünk, például Kovács Esvánnal, Bíró Árpáddal, több megjegyzés is született itt a különböző fórumokon, hogy minden vályogépület természetesen nedves. Minket nem is ez érdekel, hogy nedves vagy sem, hiszen aminek nincs vízszigetelése, és kapcsolatban van a talajjal, és esik eső, az evidens, hogy ott nedvesedni fog a fal. Engem nem is ez érdekel. Engem az érdekel, hogy meddig van fölnedvesedve, milyen mértékben van fölnedvesedve, kockáztatja-e már az az épület állékonyságát, okozhat-e az problémát a későbbiekben, kell-e kezelni a problémát, és sorolhatnám tovább az érveket, hogy miért is van szükség ezekre a mérőműszerekre. Tudom, hogy nagyon sok embernél ez kiveri a biztosítékot, hogy semmi szükség erre, hogy itt méregessük ezeket az értékeket, meg azt láthatjuk, hogy ezek mindig relatív értékek, és hogyha nincs benne gyakorlatunk, akkor semmit nem érünk ezekkel a készülékekkel. És itt van a probléma. Nagyon sokan látták a videókban, hogy ezt használjuk, nagyon sokan azt gondolják, hogy abból megtanulhatják, hogy hogyan kell őket használni, de akkor megveszik ezeket a készülékeket, akkor rájönnek arra, hogy hát ez nem jó, hülyeség az egész, mert nem tudnak vele pontos adatokat kinyerni. Tehát még egyszer mondom, hogy egyik készülék sem alkalmas arra, hogy aki először mér vele, és nincs benne tapasztalata, az bármilyen hasznos információt ki tudjon ebből nyerni. Természetesen majd minden készülőkről beszélni fogok, és hogyha ilyet szeretnétek vásárolni, akkor már tudjátok majd használni ezeket, de még egyszer mondom, gyakorlat szükséges hozzá. Nagyon sok embertől hallom, hogy volt nála valaki, és ezeket használta, és például ennél a készüléknél is mondtak egy egész nagy szaktekintéről, hogy 3%-ot mért, és mondtam, hogy lehetetlen, hogy egy vályogfalon valaki ezzel 3%-ot mérjen. Lehetetlen. Viszont az nagy probléma, ha valaki ilyen műszerekkel a zsebében jár, és nem tudja, hogy hogyan kell használni, illetve nem tudja, hogy amit le kell olvasni értékeket, az hova tegyük és mihez viszonyítsuk. Na, ennyit erről, és nem szeretném nagyon hosszúra húzni ezt a videót. Nézzük meg a második szinten lévő eszközöket. Ez a kis kütyű most igazán itt egy kakuktojás, mert ezzel nem nedvességtartalmat szoktam vizsgálni, hanem ezzel ugye elektroszmogot és elektromágneses teret lehet vizsgálni, arra alkalmas, ezt most félre is teszem, de nézzük is, hogy mik vannak még itt. Na, hát ez is egy dielektromos elven működő készülék, viszont ez például pont tömegszázalékot tud meghatározni, tehát ez is egy
tök ellenkező értékeket, vagy teljesen más értékeket fog mutatni, mint a korábban mutatott készülékek, és amin látunk hőmérőt, ott biztosak lehetünk benne, hogy a hőmérséklet befolyásolja a mért eredményeket. Jó, ezt egy viszonylag erősen hozzá kell nyomni a felülethez, és így tudjuk mérni a felületen lévőt, vagy egy kicsit mélyebben, itt is egy 30-40 mm-re a mélyebben lévő nedvesség tartalmat. Jó, tehát ez kicsit hasonló elven működik, mint ez a készülék. Ezt is kalibrálni kell, ez a készülék viszont nem állandóan mér, mint amit az előbb mutattam, hanem ezt nyomnunk kell közben, amikor mérünk vele, és ugye ezt is kalibrálni szükséges, amit most éppen megtettem. Van háttérvilágításunk is, természetesen itt is van maximum és minimum érték, és ezt mikor mérünk, akkor meg kell nyomnunk közben. Mindjárt hozok egy vizes palackot, hogy megmutassam nektek, hogy hogyan is működik, mielőtt még falnál is megmutatnám. Hoztam egy vizes poharat, hogy lássuk, hogy a vizes poháron keresztül képes-e megmérni az értékeket. Ugye 47%-ot mutat, ha följebb húzom, akkor ugye ez 24%, tehát közelében van a víz nyilván, tehát fog mérni valamilyen értéket. A víz értéke egyébként az 80%, tehát ennél a készüléknél ez nem is százalék inkább, hanem különböző pontértékeket tud kiértékelni, és attól függően, hogy milyen az anyag nedvesség tartalma, attól függően, ugye ez, ha jól tudom, akkor 200-ig tud fölmenni, tehát ha mondjuk a kezemhez teszem, és megmérjük, hogy itt mennyi, akkor ennek százas az értéke, tehát ezt mondhatnám, hogy 100%, de nem, ez százas pontértéket jelent. És akkor nézzük meg ezt az őszi baraszklevet, ez pedig így a PET palackon keresztül ugye képes megmérni, hiszen ez egy teljesen szigetelő anyag a nedvesség számára, és mégis képes megmérni, hogy mi van mögötte. Tehát, hogyha egy szigetelő anyag mögött akarunk mérést végezni, ezt akkor is meg tudjuk tenni, tehát látni fogjuk ott is, ugye ez 90-es érték, tehát jól látszik, hogy a készülék valóban alkalmas arra, hogy nem csak a felületet mérjük, hanem a mélyebben fekvő nedvesség mérésére is képes. Na nézzük ezt a készüléket. Ugye ő tömegszázalékot mér, és azért akad ki. Itt nagyon sokféle mérési tartomány van, mert meg tudjuk adni, hogy milyen anyagot vizsgálunk. Ugye B2, B3, tégla, fa, milyen anyagot tudunk vizsgálni, mi magunk is be tudjuk állítani ezt. Megnézzük, hogy esetleg ezt a pohár vizet tudjuk-e vizsgálni vele. Ugye itt már tudunk értéket kicsalni, tehát itt 44 tömegszázalékot mutat. De nagyon nem mindegy, hogy milyen összetételű anyagot vizsgálunk vele, tehát ezt be kell előre állítanunk, természetesen a leírásában megtaláljátok. Na most azt gondolom, hogy ha valaki laikusként szeretne használni ilyen műszert, akkor talán ez az a legegyszerűbb, ami legjobban hasonlított kontaktmérőre is, és ebből tud olyan információt nyerni, amivel már megy valamire, hiszen ez valóban megmutatja, hogy abban a bizonyos anyagban tömegszázalékosan mekkora a nedvesség tartalom. Természetesen ezeket az információkat most én is felhasználóként adom át nektek, tehát hogyha ti ilyen készülékeket forgalmaztok, netán villamosmérnökök vagy bármilyen mérnök emberek vagytok, akkor biztosan találtok majd a mondandóban olyan szavakat, amelyek nem odaillőek, vagy nem mondok el pontosan mindent, igyekszem azért mindig pontosan fogalmazni, és saját gyakorlati tapasztalatokat átadni, de természetesen ebben én is hibázhatok, úgyhogy ezt nézzétek el nekem. Tehát ez a videó nem egy szakmai oktató videó akar lenni, nem atomfizikusokat szeretnék képezni, hanem egyszerűen csak megmutatni a laikus embereknek, hogy mit érdemes, hogyan érdemes, egyáltalán érdemes-e ilyen mérőműszereket vásárolni. Nézzük az árakat. Ezek a mérőműszerek, amik dielektromos elven működnek, még ez is, ez ha jól emlékszem, akkor ilyen 27-28 ezer forint környékén van, ráadásul talán most akciós is. Ez a másik készülék, ez is ilyen 22-23 ezer forint. Ezen még el lehet gondolkozni, tehát úgy gondolom, hogy ez még nem olyan óriási befektetés, hogy azt ne engedhetné meg magának mondjuk egy vásárló, aki vályogházakat nézeget. Én 10 éve foglalkozom ezzel a témával, és 10 év alatt rengeteg gyakorlati tapasztalatot szereztem. Egyszerűen ezt nem lehet átadni néhány mondatban, ugye nagyon sok mindent kell egyszerre figyelnünk, egyszerre vizsgálnunk, hogy egyáltalán lássuk az összefüggéseket, lássuk az épület evolúcióját, hogy hogyan történtek a felújítások, jó volt-e az a felújítás, jó anyagot használtak-e hozzá, milyen problémát okozhat, milyen a talajvíz szintje, milyen a talaj összetétele, mennyire tömöl a talaj, ki van emelve az épület a talajszintől, vagy sem, és sorolhatnám tovább ezeket a dolgokat, amelyeket, hát ezt egyszerűen az a baj, hogy sehol nem oktatják, erre nekem is magamtól kellett rájönnöm, viszont én egy állandó kísérletező ember vagyok, mindent tesztelek, mindennel kísérletezem,
Hát ezért van az is, hogy ezen a fal felületen, pont ahol most ezt a videót készítem, itt egy gipszkarton felületet tettem fel 50 cm magasságból indulva, azért, hogy teszteljem, hogy az hogyan működik, és ezt minden nap meg tudom mérni, minden nap meg tudom figyelni, és nem egy idegen lakásban kell méregetnem, hanem a saját otthonomban tehetem ezt. Azért indítottam egyébként 50-60 cm magasságból, mert itt tudtam, és biztos lehettem benne, hogy nem okozok vele óriási kárt, míg ha a talajszinttől indultam volna, akkor biztos, hogy esetleg még a ház állékonyságát is veszélyeztettem volna vele, de hogy penészedést okoztam volna, az 1000%. Na, ennyit a mérőműszerekről, és most nézzük meg őket nagyon röviden a gyakorlatban is.